Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Ma egy egészen különös kalandban lesz, azt hiszem, részünk. Lénárt István fog elvarázsolni minket abba a világba, ahol egyébként élünk, mert egy gömbön élünk mi magunk is. Én őt 33 éve ismertem meg, és annyira megszerettem az egész elgondolását, hogy hogy tanít, hogy mit csinál, amivel foglalkozik, hogy meghívtam az ELTÉ-re, és azóta 33 éve töretlenül működünk együtt, és 2 évvel ezelőtt Kerekes Juditnak is beajánlottam, hogy hívja meg New Yorkban, mert ez egy olyan különleges dolog, amit érdemes megmutatni a világnak, és ő meghívta. Judit, hogy zajlott ez? Fantasztikus volt. Létezik egy konferencia, úgy hívják, hogy Mathematica Connection Conference, ez volt a 12. év, és akartunk valami rendkívülit csinálni. Ödön említette, én csak 33 hónapja ismerem Lénárt professzort, ő valami különlegeset tud, és tudjátok, hogy a matekot a gyerekek nem feltétlenül szeretik. Mit lehetne olyat csinálni, amivel megfogjuk? Képzeljétek el egy hatalmas színháztermet, 400 gyerek, ilyen 10 év körüliek ülnek a terembe, megjelenik Lénárt professzor, körülbelül ennyi vagy még több gömbbel, a gyerekek elkezdenek nyüzsögni, mi lesz ebből? És amikor elkezdte, a gyerekek kezükbe vették a narancsot, halálos csend volt, és mi történt? Most 2 héttel ezelőtt az egyik tanárom kérdezte, mi volt a legpozitívabb élménye a gyerekeidnek. Amikor Lénárt professzor nekem tartott egy előadást, mondta egy 8 éves kisfiú. Lénárt István! Drágáim, nagyon szépen köszönöm. Petőfi Sándor mondta, hogy ő nagyon szerény ember, tudja, hogy megérdemli a dicséretet, de a szembe dicsérik, úgy érzi magát, mintha rühös volna, és nem volna szabad vakaróznia. Teljesen egyetértek vele. Nagyon szépen köszönöm a kedves szavaitokat. Kérem, én irodalommal foglalkozó családból származom. Versek, drámák, regényeket nőttem fel. A családban kivéve egyetlen egy valakit, a keresztapámat, nekem úgy az első magyar olimpiai bajnok volt, tehát a keresztapámat kivéve, akit alig ismertem, mert meghalt, mikor 8 éves voltam, senkinek fogalma nem volt a matematikáról. Az egész család ilyen szemborzadájjal beszélt a matekról, és bevallom őszintén, hogy halálosan untam én magam is a matekot. Egy kolléganőtől hallottam, hogy Amerikában megkértek több ezer főiskolást, hogy rajzoljanak le egy matematikus munka közben. Mit gondolnak, mit rajzoltak? Úgy van, egy ilyen magamfajta kopasz szemüveges öreg ember, ahogy egy asztalnál ül és ír valamit. És nekem ez dögunalom volt. Én a valóságot szerettem. Az irodalomtól úgy indultam el valamerre, hogy kísérletezni szerettem, a valóságot szerettem. Először a kémiába szerettem bele, otthon volt egy ilyen kis kémikus készlet, és a konyhába robbangattam, fantasztikus volt. Aztán meg a fizika, stb. A matematikába vénséges vénfejemmel 22 évesen szerettem bele, mégpedig azért, mert egyrészt megéreztem azt, amit Galilei mond, hogy ez a nyelv, ez az, amin a természet csodáit le lehet írni, ki lehet fejezni. Ezt mondja Galilei is, hogy a természet könyve a matek nyelvén íródott, a betűk benne háromszögek, körök és más geometriai alakzatok. Ezt éreztem meg. A legtöbb hallgatómat, ha megkérdezem, ilyeneket mondanak, hogy például ilyet mondanak, hogy az irodalom emberi érzésekről szól, a matematika meg, akarnak mondani valamit, de nem merik kimondani, hanem aztán azt mondják, hogy az meg valami objektív dologról szól, az valami pontos dologról szól. Az én véleményem az, hogy matek és irodalom között
Semmi különbség nincsen. A matematika pontosan ugyanúgy arról szól, hogy a szépet, a harmóniát keressük. Arról szól, hogy hogy lehet úgy ránézni a világra, hogy valami jót, valami klassz dolgot meglássunk benne. Ugyanúgy kell hozzá az ihlet, ugyanúgy kell hozzá az aha pillanat, mint az irodalomban, amikor valaki leül és megír egy verset. Tehát ugyanaz kell. A matekban megtaláltam ugyanazt a hidat, a hétköznapi józan ész és a teljes őrültség között, mint ami az igazi irodalomban is benne van. A matek olyan, hogy az ember ül egy képernyő előtt és nézi. Nézi egy évig, két évig, öt évig, semmi nem történik. Öt év után villan valami, ott egy kép, fölhasználod, és megint vársz, öt évig, tíz évig, ki tudja, hogy meddig. Milyenek az én matematikai képességeim? Pocsékok. Én áttátott szájjal nézem azt a 12, 14, 18 éves embert, aki képes egy óra alatt 12 példát megoldani úgy, hogy ebből a háromnegyed része jó. Én erre képtelen vagyok, én lassú vagyok, én buta vagyok, nekem idő kell ahhoz, hogy gondolkozzam. És nagyon gyakran úgy érzem, hogy nem is erről szól igazából ezek a dolgozatírások. Egyetemre jártam, mechanika dolgozatot írtunk, megállt a gyakvezetőnő, fölállás sétált a padok között, megállt előttem, azt mondja, maga miért nem ír? Mondom neki, gondolkozom. Azt mondja, ugyan már gondolkozik, tudja vagy nem tudja, ez a kérdés, gondolkozik. És pontosan ezt éreztem, hogy engem megmondom, mi köt a matekhoz. Az, hogy makacs vagyok. Az, hogy ha valami beleveszi magát a fejembe, akkor attól nem tudok szabadulni. Akkor ezt rágom rajta. Egy csomó olyan dolog van, ami 50 éve eszembe jutott, és máig egy hangyányival talán előbbre jutottam, nem többel. De nem hagy nyugodni. Ez a közöm igazából a matematikához. Egyik kiváló tanárunk egyébként, Nagy Károly volt a neve, előadást tartott mechanikából, és azt mondta, hogy ehhez a nem tudom milyen izéhez, ehhez gömbfüggvények kellenének, de ezek olyan nehezek, hogy az ellenségemnek se kívánom. És akkor az merült föl bennem, hogy én nem érzem ezt a különbséget, hogy én a gömböt ugyanolyan vagánynak, ugyanolyan tökéletesnek, ugyanolyan jónak érzem, nem érzem hátrányban a síkhoz képest, akkor mi lehet az oka annak, hogy ez ennyire félelmetes, hogy ez ennyire idegen? És akkor az az ötletem támad, hogy talán az a baj, hogy rossz szemüvegen, a sík szemüvegén át nézzük a gömböt. Nem az ő nyelvén beszélünk hozzá, hanem annyira beleszoktunk 2000 éve Euklidészbe, annyira ezen az úton, az ő nyomvonalán járunk, hogy amikor egy másfajta, nem rosszabb valamivel találkozunk, akkor meg akarjuk erőszakolni azzal a másféle gondolkozásmóddal, és mi lenne, hogyha megpróbálnánk az ő nyelvét megtalálni, akkor talán barátságosabb lenne. Nekem kísérletezni kell. Nekem ahhoz, hogy én a gömbről törjem a buksi fejemet, nekem ahhoz gömb kell. Kellett valami, amire rajzolni, firkálni, mérni, amin tapasztalni lehet. Szent Györgyit kérdezték egyszer, hogy minek tulajdonítja azt, hogy megkapta a Nobel-díjat. És azt mondta, hogy annak tulajdonítja, hogy ő minden fontos kísérletet a saját két pracliával csinált. Nem asszisztens, nem segítség. Ő maga ültött, és ő szagolta az anyagokat, ő kísérletezett. Én nekem ugyanez az érzésem volt, hogy nekem ahhoz, hogy gömbözzek, ahhoz gömb kell. Nekem nem elég egy papír. Én sakmat vagyok. Nekem akkor támad ötletem, ha a kezem, lábam mozog, ha kísérletek, ha tapogatózom, akkor van valami értelme a dolognak. És most jön az egyik talán legérdekesebb dolog. Nem arról van szó, hogy én ki akarom rúgni a euklideszi síkot, és helyébe be akarom vezetni a gömböt. Ennek az egész projektnek, aminek itt vannak illusztrációi, a neve valójában az, hogy összehasonlító geometria. Ez annyit jelent,
hogy ne egyféle rendszerben gondolkozzál. Hogy ne egyetlen egy rendszer, ha én azt mondom önöknek, hogy kör vagy háromszög vagy nézet, blablabla, akkor megjelenik valami a síklapon. A kérdés, hogy mi van akkor, ha nem csak a síklapon jelenik meg, hanem valahol máshogy is. Arról szól az egész, hogy én azt mondom önöknek, hogy egyenes vonal, akkor arra gondolnak, hogy nem gondolnak semmire. Arra gondolnak, hogy mi a bánatnak kell ez az iskolai szócséplés, ez a dumálás. Az, hogy egyenes, tudom én, hogy mi az egyenes, ránézek és látom, hogy egyenese vagy görbe. És ennyi az egész. A helyzet viszont az, hogy tegyük föl, hogy valaki egy gömbön éli le az életét, mondjuk egy földgömbön, vagy egy katicabogár, aki egész életét ezen a narancson töltötte. És ennek a kérdése az, életében nem látott ilyen euklideszi egyenest. És őt nagyon érdekli a matematika, pláne a geometria. Kérdés, hogy ennek a katicabogárnak ez a jószág, ez egyenes vonal-e vagy nem. Milyen érvek vannak amellett, hogy egyenes vonal, és milyen érvek vannak amellett, hogy nem egyenes vonal, mennyiben hasonlít és mennyiben rokon. Érthető, amit mondok? Hogy életedben talán először végig kell gondolni, végig lehet gondolni, hogy mi az, hogy egyenes, mert itt valódi a kérdés, és óriási dolog. A gyerek kezébe van a döntés. Nem én dumálok, nem Euklidesz, nem Bújai, nem Gauss, hanem Zsuzsi, Kati, Péter az osztályban. Neki van joga ahhoz, hogy eldöntse, hogy mi az egyenes, vagy mi nem az egyenes. Ha ez itt Budapest, és ez itt Rio de Janeiro, akkor sac per kb. Ez a repülőút? Ez a legrövidebb út? Ha itt van, ha itt van lalala New York, és itt van lalala Fokváros, akkor körülbelül ez a legrövidebb út a kettő között. Tehát ilyen alapon ez a jószág azért nevezhető bizonyos értelemben egyenesnek, gömbi egyenesnek, mert ez is tudja azt a varázslatot, amit ez tud, két felületbeli pont között kijelöli a lehetséges legrövidebb utat. Ez pofon egyszerűnek látszik, de valójában sok ezer éves fejlődés után jutottak el idáig. Igaz, hogy még ez a fejlődés is az ókorban történt, egy Menelaos nevű úriember fedezte föl ezt ilyen szigorúsággal, kb. Krisztus után 100 évvel. Tehát akkor ez egy gömbi egyenes. Na, akkor most egy vagány kérdés. Kérem szépen, itt vannak ezek a jószágok, mindenki látja. A kérdésem az, hogy ezek közül ki egyenes? A kérdésem az, ez itt egyenes? Itt középen egyenes? Legrövidebb út a két pont között? Ez egyenes? Nem bizony. Miért nem? Mert e között a két pont között nem ez a legrövidebb út, hanem ez a legrövidebb út. Azaz, ha ezek mind körök, akkor ezek közül a körök közül melyik az a kör, amelyik másodállásban egyenes is? Méretre melyik? Az összes lehetséges gömbi kör közül. Ez jó egyenes? Nem. Ez jó egyenes? Nem. Ez jó egyenes? Nem. Ez jó egyenes? Nem. Ez az egyenlítő. Ez jó egyenes? Innentől idáig ez a legrövidebb út? Akkor ez mégiscsak jó. Tehát az összes körök közül melyik kör az, amelyik másodállásban egyenes is, méretre nézve? Úgy van. Az összes a gömbre realizálható körök közül a legnagyobb. Síkban nincs ilyen. Síkban senki nem tud olyan bazi nagy követ rajzolni, nem tudok nagyobbat, de itt lehet. És ez a maxi kör, ez a legnagyobb kör, ez a gömbi egyenes. Na, ez így van, persze, könyörgöm, ne essen senki kétségbe. Itt van az agyukba az a 2000 év óta belevert euklideszi geometria, amit az európai kultúrában tanítanak. Persze, hogyha jön egy tébolyút, és a narancson meg a gömbjén elkezd magyarázni, akkor ez nem könnyű, normális ember védekezik ez ellen. Ez az egyik dolog, ez az egyik probléma az iskolai matematika tanítással. Az, hogy egy normális gyerek,
egy normális ember nem fekszik le azonnal a gondolatnak. Ha egy új gondolatot a nyakába sóznak, akkor idő kell, amíg befogadja, megérleli, magáévá teszi, interiorizálja, mondják szaknyelven. Tehát, ahogy valóban átéli azt a dolgot. De hogyha hozzászoktatják, ahogy fogd be a szádat, tanul meg, ami a könyvben van, ez a feladatod, akkor egy idő után mindent megtanul, és semmi értelme, semmi, semmi. Mert nem az övé, mert nem az övé, mert ráerőszakolták. És abban a pillanatban, mihet megteheti, az ablakon dobja ki a szemétbe. Csak az az igazi, amit ő él át. A tanításban ez egyik legnehezebb dolog. Ha tanítani akarunk, akkor igazából azt lehet hitelesen megtanítani, amiben hiszünk. Azt lehet hitelesen megtanítani, amin mi magunk átmentünk. Ha azért mondunk el egy tételt, mert az egyetemen különben kirúgtak volna a vizsgán, de utáltuk a tételt is, meg aki mondta azt is, akkor a gyerek ezt az antennáival egy pillanat alatt megérzi. Egy pillanat alatt megérzi, ha hazudunk. Egy pillanat alatt megérzi, ha olyat dicsérünk, amit mi se szeretünk. Tehát tanítani azt lehet, amiben hiszünk. Ez irodalomra ugyanúgy érvényes. Ez egy teljesen tudományos narancs. Tekintsük úgy, hogy ez itt és most valójában egy tökéletes gömb. Ez meg egy tudományos kupakja, egy italos üvegkupakja. Most arra kérlek, hogy légy olyan drága, és rajzold körbe a szél, rajzold meg a szélét. Úgy la, úgy la, úgy la. Nagyon szépen. Gyere, drága, jelöld meg, ahol szerinted a közepe körülbelül van. Nem kör remegő kézzel, bátra, mint az oroszlán. A narancs közepén. Nagyon vagány. Jaj, még bele is szúrod, akkor nem lehet megenni. Jó, ó, nem baj. Semmi. Nagyon klassz, köszi szépen. Tehát ez az a pont, ugyebár, ami ettől mind egyforma, 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 király. Erre a pontra is igaz ugyanez? Ez a pont is egyforma messze van a fekete vonal minden pontjától, ezért? És ez? És ez? És emez? Ez is? Ezek szerint ez is középpont. Itt ki kellett vágni Euklideszt az ablakon. Ugyanis arról van szó, hogy azt látjuk, hogyha a gömbön értelmezzük a kört, akkor egy gömbi körnek mindig hány darab középpontja van? Mindig kettő. Ha az északi sarka középpontja, akkor ide a rozsdás kötőtűt, hogy a déli sark is a középpontja lesz. Azaz, a gömbön bevezethetjük a kört, ha belenyugszunk abba, hogy itt két középpont van. Mi értelme volt ennek az egész bohóctréfának? Nagyon egyszerű. A gyerek soha életében nem gondolkozott azon, hogy mi az, hogy kör. Nem értette, hogy az iskolában mi a bánatnak molesztálják ezzel. Miért kell arról be, hogy kör azon pontok, miért tenném, mire jó ez? Nem vagyok hülye, nem vagyok vak, ránézem, látom, hogy köre vagy nem kör. Minek kell erről dumálni? De itt ezen nem működik már. Itt ez a trükk nem működik tovább. Megmondom, ennél még működik, mert itt hasonlít Euklideszre. De ahhoz, hogy ezt felfedezzük, ehhez gondolkozni kellett. Ehhez először definiálni kellett, meg kellett határozni, és itt kiderül, hogy mi értelme van ennek az egész bohóctréfának. Az, mert a gömbön éppen a dráma, éppen a szembeállás miatt szükségünk van erre a definícióra. Ezek teljességgel tudományos fogpiszkálók. Még valami, azért is mutatom persze az egész izét, azért mutatom, mert ez a dolog nagyon vagány, de nem minden családban van még ilyen gömb otthon, de nagyon-nagyon jól és nagyon messze el lehet. Most, hogy ez a távtanítás van, és van 80-valahány hallgatóm, most nem jöhetnek be, nem gömbözhetnek, hanem narancsokon, meg almán, meg ilyenen kísérleteznek. És a lényeget ugyanolyan vagányul meg lehet ott is csinálni. Na, mindjárt mutatok valamit. Itt van ez a tudományos narancs.
Íme, hölgyeim és uraim, itt van három csúcspont, és itt van egy teljesen tudományos hajgumi. Akkor ez is háromszög? Igen. Világos, hiszen egyenes vonal, egyenes vonal, egyenes, csak nem sík bele, nem gömbi. Király? Na most. Ez háromszög vagy nem? Konkáv háromszög. Háromszög? Összeköti a csúcsokat? Egyenes vonalak? Mese nincs, ez háromszög. Megint mi a poén? Nem volt elég ránézni. Nem volt elég, hagyjatok békén, nem kell nekem magyarán, látom, hogy háromszög vagy nem. Itt hiába nézel, itt gondolkoznod kell. Mitől neveztél te valamit háromszögnek? Miért háromszög ez a háromszög? Márpedig, ha annak nevezted, és hogyha nem akarod percenként változtatni a véleményedet, mint hogy sokan megteszik, akkor ezt is háromszögnek kell nevezned, hiszen ez is egy gömbi egyenes darab. És akkor elkezdhetsz töprengeni, hogy most te akarsz ezekkel foglalkozni, vagy nem akarsz. Beleillik az életedbe, vagy nem. Érdekel-e téged, vagy nem érdekel. Ezt már neked kell eldönteni. Adva van tehát a 2000 éves sík geometria, és ez ugyancsak 2000 éves gömbi geometria. Ezeket 2000 éve ismeri az emberiség, és 2000 éven át merült föl az a kérdés, hogy vajon nem létezhetik-e ezeken kívül egy olyan harmadik geometria, amelyikben szintén nagyon fontos, végtelen hosszúak az egyenesek, de másképp viselkedik, mint a sík, és másképp viselkedik, mint a gömb. 2000 éven át vitatkoztak erről, a Bodrogi nevű színész, kiváló színész, tőle kérdezték egyszer, én nagyon sokszor hallottam a legkülönféle formákban, másoktól is, kérdezték, hogy mire emlékszik a teljes iskolai tanulmányaiból. És azt mondta, hogy sajnos ő teljesen idegen volt számára ezek a természettudományos blablabla. Egyetlen egy mondatra emlékszik, a párhuzamos egyenesek a végtelenbe találkoznak. Hogy ez tiszta költészet, és igaza is van, hol a bánatban van ez a végtelen? Hol találkoznak ezek az izék? Ez volt az a, hogy mondjam, ez volt az a rés az euklideszi elméleten, ami senki, mi az, hogy végtelen, hogy ellenőrizzem, menjek el a végtelenbe, mit csinálja? Ez az egyik legizgalmasabb története az emberi kultúrának, mert ebben rengeteg nép, a görögök, a perzsák, az egyik legnagyobb, volt egy Omar Khayyam nevű perzsa illető, aki csillagász volt, matematikus volt, és a világirodalom egyik legnagyobb költője volt. Na hát ő maga is foglalkozott a kérdéssel, és nagyon messze előre is jutott, és utána körülbelül Rákóczi korában kezdtek különféle tudósok ezt komolyan előrejutni valamivel. Ők nem hitték el, hogy előrejutnak. Úgy bele volt verve a fejükbe az euklideszi geometria, hogy nem egy, hanem kettő is, Lambert is és Szakkéri is, eljutottak a kapuig, eljutottak odáig, hogy ott volt a kezükbe, és befogták a szemüvegüket, és azt mondták, nem, ilyen, ismerik a sztorit, hogy valaki megáll a zsiráfketrecelőn, mondja, hogy ilyen állat nincs. Na, ugyanez volt velük is. Tehát nem hitték el, ami a kezükbe került. Végül is három ember jött a harmadik geometria nyomára, Gauss Károly Frigyes, német, Nikola Ivanovics Lobachevsky, orosz, kiváló férfiú volt, és Bolyai János, magyar matematikusok, amivel fölforgatták mindent, a matematikát, a fizikát, az egész világ szemléletet. Na már most, engem persze ez piszokul érdekelt, és amikor érdekelt, elhatároztam, hogy Bolyai János halhatatlan művét, az Appendixet, ezt fogom tanulmányozni. Elővettem az Appendixet, ami 26 oldal, végem volt. Egy büdös szót nem értettem belőle, valahányszor a szerző leírta azt, hogy nyilvánvaló, tudtam, hogy meghaltam, tehát valami olyan következik, amiről fogalmam nincsen. Na és akkor az történt, hogy ezután összeakadtam végre egy olyan modellel, amit én is megértettem. Amit végre megértettem, és utólag
mérhetetlenül élveztem a bújait is, de csak utólag, ezután a modell után. Megmondom, mi volt, és abból minden azonnal ki fog derülni. A következő. A sík geometria, amiről beszéltünk, annak a modellje, mondjuk ez a síklap. Király, a gömbi geometria modellje, mondjuk ennek a gömbnek, vagy ennek a gömbnek, tök mindegy, ennek a felszínen gömb. Az a modell, a harmadik geometria, a hiperbolikus geometria modellje, amit megértettem, az egy Poincaré nevű francia zsenitől származik, és az a félgömbre épül. A félgömbre épül, de úgy, hogy a félgömbnek ez a vonala, a határvonala, ez nincs. Ezt elvitte a macska. Nincs egyenlítője. Aranynak van a verse, a gyermekes a szivárvány, hogy üldözi a szivárvány. Ha a gyermek elindul innen a hiperbolikus felületen, akkor soha ezt el nem éri. Ezt például úgy lehet szemléltetni, hogy képzeljük el, hogy itt van ez, és elindulok felé, és az első lépésem a hátralevő távolság fele. Ez egy hiperbolikus egység. A második lépésem a hátralevő fele, ez ugyanolyan egységnek számít hiperbolice, mint az előző. A harmadik, mikor érem el a polcot? Soha az életben, mert hiszen végtelen sok lépés van. Ez mind király, tehát ezen a félgömb felületen, érted, hogy ezen a félgömb felületen fogok navigálni. Most jön a döntő kérdés. Mi az egyenes? Itt ez volt az egyenes, hát ezt tudja, hogy nem lehet beleültetni a félgömbbe, mert nem lehet, mert nem stimmel. Ha ezt oda nyomom, akkor maximum egy pontba találkozik, ez nem jó. Na most a gömbi egyenesek, azok jók lennének a félgömbre, csak akkor nem kapok újat. Akkor ugyanolyat kapok, mint ami az előbb volt. Tehát akkor nem kapok új geometriát. Itt a félgömb, és mi lenne, ha a hiperbolikus egyenesek a hagyma szeletelés vágásai lennének. Tehát ez egy egyenes, ez egy egyenes, ez egy egyenes, ez egy egyenes. Tudom, hogy őrültségnek tűnik, egy percre. Tehát legyenek ezek az egyenesek ebben a geometriában. Az egyik kérdésem, várjunk csak. Itt van mondjuk rá, ez a földrajzi koordinátarendszer, ha erről azt képzelem el, hogy ez egy bújai féle félgömb, akkor kérdés, hogy itt kik az egyenesek. Ha jól meggondolja a tisztelt nézősereg, a szélességi körök, azok mind vagány egyenesek, mert mind hagymaszeletelők. Mi a helyzet a hosszúsági körökkel? Azok jók vagy nem jók? Most merőlegesen vágom a hagymát? Nem. Tehát ez nem jó. Most merőlegesen vágom? Mikor vágom merőlegesen? Király! És ebben a harmadik geometriában, ebben olyan dolgok fordulnak elő, amik sehol máshol. Mutatok egy példát. Itt van az előző. Láthatók, ezek szabályos sík háromszögek. Mindegyik szöge 60-60-60 fok. Mi a helyzet most a gömbön? Nézzük csak meg. Itt vannak ezek, szabályos gömbháromszögek. Itt mi történik a szögekkel? Itt is egyformák maradnak? Mit csinálnak, ahogy megyek kifelé? Mit csinálnak a szögek? Úgy, ahogy. Ha egész pici, akkor piszokul hasonlít a síkhoz, tehát 60-tól indul, de ahogy megyek kifelé, hízik dagad, és mire ide kiér az egyenlítőig, ott ez az egyetlen egy szög egyedül 180 fok, tehát itt ez a háromszögben a végállomás egyszer-kétszer-háromszor 180, vagyis háromszor 180 fok. Azaz a gömbháromszög szögösszege nem 180, hanem több annál, egyszer 180-tól háromszor 180-ig tart. Mi újság a hagymával? Ha-ha! Ha-ha! Látható? Itt vannak ezek a vonalak. Ez mind teljesen vagány hagyma, mert nyusza-musza. Teljesen jó. Na, és itt mi történik a szögekkel?
ahogy megyek belülről kifelé, mi történik? Itt mit csinálnak a szöge? Úgy van. Vajon itt a világ végén mekkora? Ebben a három szögben a szögösszeg nulla meg nulla meg nulla, vagyis nulla fok. A matekban minden lehetséges, minden, minden. Nincs olyan vademberi fantázia, ami ezt utoléri. Tehát az egyik különbség, hogy itt a háromszög szögösszege 180, itt a háromszög szögösszege 1x180-tól 3x180-ig, itt a háromszög szögösszege 1x180-tól 0-ig. Látjátok, hogy a síkban rajzolok egy kört, akkor ez ordítóan különbözik az egyenestől. De a gömbön sokkal nehezebb, mert a gömbön ez a kinevezett egyenes, ez sokkal közelebb áll a körökhöz. És sok-sok száz éven át, Menelaus előtt, ezt mindig összekutyulták. Menelaus volt az első, aki azt mondta, kispofáim, nekem a gömbi geometriámban ez az egyenes és semmi más. Nem lehet ezekkel összekeverni. A következő módon született meg Bolyaiban a hiperbolikus geometria alapgondolata. Adva van egy egyenes, és adva van rajta kívül egy pont. Itt egy pont, itt egy egyenes, nem talán még jobb, ha így csinálom, így. És a kérdés a következő, hány ezen a ponton át, hány olyan egyenes halad, amelyik ezt soha az életben el nem metszi? Hány olyan egyenes halad át? Tehát magyarul, veszem ezt, hány olyan van, amelyik ezt soha el nem metszi? Egyetlen egy. Király? Na most, mi a helyzet a gömbön? Ha felveszem a gömbön, mondjuk, nézzetek ide, mondjuk itt van ez a pont, és ezen átmenő összes hosszúsági kört, ezek az egyenesek, és akkor megkérdezem, hogyha itt megrajzolok egy külső ponton át egy ilyen gömbi egyenest, akkor van-e olyan, hogy ez soha az életben el nem metszik? Egyetlen egy ilyen sincs, mert ezek előbb-utóbb mind találkoznak. Egy gyerek gyönyörűen úgy mondta, begörbül a sík, és találkoznak ezek az egyenesek. Tehát síkon egy párhuzamos van, gömbön egy fia párhuzamos sincs. Már most 1820 körül a Bécsi Hadmérnöki Akadémián két magyar fiatal tanult, az egyiknek az volt a neve, hogy Bolyai János, a másiknak az volt a neve, hogy Szász Károly. És erről a párhuzamossági ízéről vitatkoztak, és a következő volt, hogy ugyanaz, mint amint 2000 éven át mindenki törte a fejét, csak egy szó difi volt, egyetlen egy szó. A következőt mondták. Oké, tegyük föl, hogy itt forog körbe ez az egyenes, oké? És valahol hirtelen elpattan ettől, utána forog tovább, és akkor valamikor visszapattan, és megint elkezdi metszeni. A síkon világos, hogy abban a pillanatban, mikor elpattan, abban a pillanatban vissza is pattan. De a kérdés, hogy valami őrültséghez jutok-e akkor, ha felteszem azt, hogy nem azonnal pattan vissza, hanem valamennyi idő eltelik, és az alatt mind csupa nem metsző van. Itt van ez az egyenes, ez egy tök jó hagymaszelet elő, mert nyusza. Itt van rajta kívül egy pont, ez a pont, látható, hogy ebbe a bolyai világban ilyen fura pókszerűek ezen a ponton átmenő, mert nézzenek ide, ahogy igazat mondok. Hagyma, tehát tényleg így néz ki egy ponton átmenő egyenes sereg. Úgy hívják, hogy sugársal. Most a kérdésem az, hogy ezen a ponton átmenő egyenesek közül mi van ezzel a külsőhöz képest? Ugyanazt kérdeztem, mint itt az előbb. A következőt látom. Elindulok, metszi, jaj, nem metszi, mert épp a világ végén metszené, ahol már nincs pont, mert a világ végét elhagytam. És utána nem metszi, és itt visszaugrik, és itt megint metszi. Tehát a bolyai világban úgy néz ki, hogy rengeteg sok metsző van, de rengeteg sok nem metsző is van, és a kettő között itt van ez a két őrtálló katona, akiket úgy lehet hívni, hogy ez épp nem metszők.
az első nem metszők. Miért? Csak, mert ez egy ilyen világ, ez egy másik geometriai világ. Mi az értelme ennek az egész bújai féle dolognak? Ez túl ne, egyik dolog az, hogy lehet tanítani ezen a módon. Ha a gyerek a síkból már kimozdult a gömbre, tehát ha kilépett a bölcsőből, és már tud egy lépést önállóan tenni, akkor egy következő geometria már nem olyan nagy vasziszt. Akkor már nem annyira csoda, hogyha erről ide lehet menni, akkor innen ide lehet menni. Arról nem is szólva, hogyha hozzászokott a gömbi geometriához, akkor a félgömb modell egy sor dologban a segítségére van. De amiért ezt érdemes tanítani, úgy értem, hogy a közoktatásban, az szerintem az az oka, hogy ez a bújai féle geometria, ez egy lidérc nyomás. Tehát annyit jelent, hogy rengeteg embernek, hogyha erről hall, akkor ez egy kész. Itt kezdődik az őrültek háza, ahogy nekem magyaráznak, hogy a párhuzamos meg az öregapám térdje kalácsa. Ez tiszta agyrém, ez már nem nekem való. Világos, én buta vagyok, itt kezdődnek a zsenik. És látják azt, nem azért mondom, hogy talán, amit elmondtam, az nem volt annyira szörnyű, ha Bújai kimegy a konyhába és nézi, ahogy a Rozála élettársa vágja a hagymát, akkor talán sokkal előbbre lett volna. Tehát annyit akarok csak mondani, hogy ez arra jó, hogy a kisebb rendőrségi érzéseket adja. Az iskolának a lehető legnagyobb bűne az, ha a gyerekben kisebb rendűségi érzéseket kelt. Ha a gyereknek azt üzeni, buta vagy, alkalmatlan vagy, ez a legnagyobb bűn, amit az iskola elkövethet. Én igazából azt gondolom, hogy a közoktatásbeli matematika oktatásnak nem az a feladata, nem az a legfontosabb feladata, hogy a gyerek mindent megértsen. 100 éves vagyok, és apám nem sokára annyi lesz, nagyon öreg vagyok, és egyre jobban látom, hogy milyen icipicit tudok, és milyen rengeteget nem tudok. Tehát ez reménytelen. Mi akkor az iskolai oktatás feladata? Nem az, hogy a gyerek megértse, hanem hogy megszeresse a matematikát. Hogy az a tevékenység, amit matematikának neveznek, azt ne hány ingerrel töltse el. Hogyha azt mondom az utca, hogy matematika, ne menjen át a túloldalra. Vagy ami a legeslegrosszabb, még ennél is rosszabb, amikor azt mondja, a matematika gyönyörű dolog, de sajnos én teljesen hülye vagyok hozzá. Tehát nem csak, hogy megutáltatták vele, de még kisebb rendőrségi érzéseket is gyömtek belé. Így ékez semmit, amit valahogy életemben megértettem a matekból. Ezek igazából nem bonyolult dolgok. Ezek nem bonyolult dolgok. Egyszerűen egy nyelv, amit meg kell, a világ egyfajta fölfogása. A világ nagyon sokféle fajta fölfogása, amit matek címen lehet használni. És a gyerekekben ezt kell, azt kell, hogy szeressék ezt az egészet.